Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ugye nagyon régóta foglalkozom Széchenyi Vilmos művészetével, de legutóbb, amikor az Özvegyénél jártam a műteremben, akkor elővettünk olyan mappákat is, amiből hát kis kincsek kerültek elő, például nagyon szép színes litográfiák, amik még nem voltak kiállítva, előkerültek a korai korszakából művek, amik egy egész más arcát mutatják az ő festészetének, előkerült egy-két pasztel portré, itt mögöttünk is látható ez a kalapos női portré, ami egy nagyon izgalmas, egy kicsit a szecesszióra is hajazó, egészen egyedi az ő életművén belül. Tehát azt hiszem, hogy most a látogatóknak, akik az állandó kiállítását már ismerik, egy egészen meglepő másik arcát tudjuk mutatni a Széchenyi Vilmos művészetének. Szakértő szemével nézve milyen egyéb újdonságokat láthat meg a látogató ezeknek a képeknek a segítségével? Hát én azt hiszem, hogy az is fontos például nála, hogy legtöbbször azt emelték ki, hogy ő ugye a kortárs magyar monotípia mestere, és egyfajta sajátos monotípia, ugye egy darabos monotípia kialakítója, de itt talán azt lehet látni, hogy a színekkel mennyire gazdagon, mennyire összetetten és vidáman tudott bánni, mert hiszen az az igazság, hogy az állandó kiállításában inkább egy drámaibb hangvételű anyagot állítottunk ki. Itt pedig inkább az életöröm, a hétköznapi események, bizonyos utazásokkal vagy exotikumokkal kapcsolatos képek kapcsán látjuk azt, hogy mennyire mestere volt a koloritnak. Tehát azt hiszem, hogy nagyon izgalmas az, amikor egy művésznek tulajdonképpen, most azt mondhatnám, hogy a két kiállítás az állandó, és ez szinte kiegészíti egymást, és így kapunk egy igazi képet Széchenyi munkásságáról. Ugye említette is korábban, hogy ő komolyabban foglalkozott Széchenyi munkásságával. Mennyi időt töltött el az életműnek a felkutatásával? Hát tulajdonképpen, amikor ide kerültem Erzsébetre, akkor még volt szerencsém vele életében is találkozni, ugye 2003-ban hunyt el, még csináltunk egy közös kiállítást, és igaziból attól kezdve kezdtem el feldolgozni az életművet, és hát végül sikerült egy könyvet is kiadnunk, a múzeum kiadványa egy képes könyvet, amiben igyekeztem az életének tükrében bemutatni tulajdonképpen az ő művészetének az alakulását, hiszen hát azért az életének az ifjú korát azt Erzsébeten töltötte, tehát egy nagyon komoly a kialakulása a művészetének, azt ő maga is vallott erről, hogy Erzsébetben gyökerezik. Mennyire lehet egy ilyen könyvet befejezni, hiszen akár a ma megnyíló kiállítást is nézzük, mindig felbukkanhatnak olyan művek, amelyek lehet, hogy nagyon sok mindent megváltoztatnak visszamenőleg is talán. Igen, ez nagyon jó kérdés, mert amikor megláttam ezeket a képeket, amik ugye én is először találkoztam velük, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy hú, de jó lett volna ezeket is betenni abba az albumba, és a másik az, hogy ezek kapcsán az ember tovább gondolja, tehát most még tudnánk folytatni, illetve más irányokba is elindítani az ő munkásságának, az ő érdeklődésének, festészetének az útjait, mert azért mindenki nagyobb hangsúlyt fektet a drámaiságára, ami nagyon jó dolog és komoly dolog, de ez a kiállítás most azt bizonyítja, hogy nagyon erős volt benne az életszeretet, a színek iránti vonzódás, és ez azért még a könyvbe belefért volna. Nyilván ez sokszor a véletlenen múlik, vagy nem is biztos lehet tudni, hogy hogyan alakul így, de vajon mi az oka annak, hogy egy-egy életműnek a megvilágítása, ez esetben például inkább a sötétebb, komorabb színek, amelyek jobban benne maradnak az utókorban, emellett meg, ahogy említette, és ez a kiállítás meg pont a vidámságot, a színeket hangsúlyozza, tehát igazából mind a kettő a sajátja volt, mégiscsak az egyik kapcsán emlékezünk talán. Igen, azt hiszem, hogy az emberek szeretik egy kicsit a
úgy gondolni, hogy a drámai, a tragikus dolgok azok komolyabbak, vagy nem is komolyabbak, fontosabbak. Tehát, hogy úgy érezzük sokszor, hogy egy tragikus eset sokkal inkább említésre méltó, mint egy kellemes, vidám, egyszerű. Hát gondoljunk a hírekre. Ugye az nem hír, hogy valaki jól érzi magát, de ha nem, akkor az már azért valami. Tehát ez egy érdekes dolog. A másik azért azt is el kell mondani, hogy ezek a drámai típusú munkái azért ezek korhoz is kötöttek. Tehát ezekben benne volt annak a korszaknak a feszültsége, az útkeresése, a bizonytalansága, olyan történelmi események átélése, amit nyilván nem lehet egy ilyen színesebb anyaggal kifejezni. Az érdekes, hogy a korai képei, amik itt láthatók, nagyon korai, azok is egy ilyen színes, még a klasszikus festészeti stílusokhoz kapcsolódó zsáneres festménye. Aztán jött ez a drámai, erőteljes, monotípiás korszaka, és idős korára, én láttam Újpesten egy utolsó halála előtt egy kiállítást, ahol szintén azt láttuk, hogy visszatért a kolorit, és idős korára kezdte el újra a színes képeket előtérbe helyezni. Nagyon érdekes, akkor nyilván a könyvvel, meg az állandó kiállítással kiegészülve talán közelítőleg teljesebb képet kapunk a művészről. A könyv kapcsán elérhető még egyébként ez a munka? Igen, most a vásárlás is egyszerűbb lesz, hiszen karácsonyi vásárt tartunk, és féláron meg lehet kapni a múzeumban is, itt a galériában is, és a Rátkai Átló galériában is. Mindenképpen elmondhatjuk, aki ezt a kiállítást meglátogatja, megnézi, biztos, hogy jobb kedve lesz. Nagyjából mennyi ideig lehet még megtekinteni ezeket a képeket? Hála Istennek, ugye ezek a téli utolsó, éves utolsó kiállításaink mindig hosszabb ideig vannak nyitva, tehát ez január elejéig megtekinthető. Érzés itt lenni, hiszen Vilmos velünk van folyamatosan. Ő az a jó barát, aki elment közülük, de nem vesztettük el. Az ő jelenléte egy állandóságot biztosít, azt gondolom, a pesterzsébetiek számára, különösen az érdeklődő közönség és volt barátok számára, mert alkotásai állandó kiállításon is szerepelnek az Átlók galéria termében, megtalálhatjuk a Városházán is műveit, és sok jelenlévő barátunk is birtokol tőle alkotást, és nagy örömmel mutatja azt, amikor egymást meglátogatjuk. És hát élő ez a kapcsolat a családon keresztül is, hiszen Rózsika részt vesz szinte valamennyi önkormányzati, kulturális rendezvényünkön, megtiszteli a jelenlétével azokat, és úgy, ahogy annak idején Vilmossal együtt is, ő is igyekszik segíteni és részt venni abban a közéletben, ami Pesterzsébetet egy élhető, lakható kerületté teszi, ahol a baráti társaságok igenis szívesen jönnek össze, és érdeklődéssel fordulnak egymás gondolatai és tevékenysége iránt. Nincs ennél meghatóbb és egyben felemelőbb dolog, amikor egy emlékkiállítás során számtalan olyan alkotással találkozunk, amelyikre valahol az emlékeink között nyilván tartjuk, de itt frissen, elevenen jelenik meg, és visszahozza azokat a pillanatokat, amit még az alkotó művész társaságában töltöttük el, esetleg adott esetben. Ugyanakkor sokak számára, és azt gondolom az én számomra is, új élményeket is fog jelenteni ez a kiállítás, hiszen nyilvánvaló, hogy egy viszonylag nagy anyag gyűlt össze, amelynek nem mindegyikét láttuk vagy láthattuk, úgyhogy itt a jó lehetőség valamennyi pesterzsébeti és minden CT-nyi tisztelő számára, hogy eljöjjön, és ennek a kiállításnak a keretében ezt megnézze.
Engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében és az önkormányzat nevében is Rózsikának köszönetet mondjak a mai alkalomért, és az egyébként is eltöltött közös évekért, amiben olyan hatékonyan és közreműködően segítette az önkormányzatunkat, és ápoltuk közösen az Átlók művészeti csoport és ezen belül Cétényi Vilmos emlékét, hiszen felhívnám a figyelmet, hogy a Gál Imre Galéria mellett ugye az Átlók, Új Átlók Galéria is hívogat és vár mindenkit. Ajánlom azoknak figyelmében, akiknek esetleg még nem volt lehetőségük oda elmenni és az ott kiállított alkotásokat megnézni. Az ő fiatal kori tevékenységük és a közösséghez való hozzáállásuk, hála a Jóistennek rányomta a bélyegét Pest Erzsébet kulturális életére, alapot adott, szilárd alapot, amire lehetett és lehet a mai napig is építkezni, ezért is fontos megemlékezni róluk, mint ahogy mai alkalommal tesszük azt Cétényi Vilmos munkássága kapcsán, hogy felidézzük az ő személyét, a tudását, és emlékezünk arra, hogy egy nagyszerű ember volt, egy kiváló Pest Erzsébeti fiatal, aki sokat tett valamennyiünkért, és ezért a kerületért. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal köszöntöm a jelenlévőket.